A karosszériásoknál próbálgatja a szárnyait az egyik pályaválasztó felső osztályos tanuló. A cukrásztól kezdve a bútorasztalos, kőműves ápoló vagy szabó mesterségeken át a hegesztő és villanyszerelő szakmákig a megyében megtalálható, képzési helyként is működő cégek mutatkoztak be a piactéren, illetve a placon. Nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni egyszerűen. Most ők úgy, hogy most próbálom felfedezni azt, hogy miben vagyok jó, és hogy mit szeretek igazából. Hát, és igazából ez a rendezvény, ha mondhatom annak, nem tudom, hogy mi rendezvény, segít ebben. A Tolna megyei iparkamara első alkalommal szervezte meg a Szakma Aréna elnevezésű pályaorientációs napot, ahol a megyéből 17 szakképzőhely, illetve cég mutatkozott be a diákoknak. Itt megismerhetnek mindenféle szakmát, a vállalkozók bemutatják nekik a fogásokat, elmesélik, hogy mit is jelent egy-egy szakma. Tehát ez egy konkrétan valóban gyakorlati bemutató, és szerintem ezzel el tudjuk érni, hogy az érdeklődésük a szakmák iránt megnövekedjen. A tanulók másfél órás turnusokban érkeztek a különböző iskolákból, főként Szekszárdról és Bonyhádról. A gyerekeket a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara buszokkal szállítatta a helyszínre. Több mint 700 felső osztályos tanuló ismerkedhetett a lehetőségekkel és jövőbeni szakmájával. A nagy érdeklődésre tekintette, a megyei iparkamara jövőre is tervezi a szakmai nap megszervezését.